Köszöntöm nézőinket! Önök a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjának 2021. évi 20. adását látják. A diagnózis mai fél órájában a daganatos megbetegedésekkel foglalkozunk. Vendégemmel a szűrőprogramok fontosságáról beszélgetek. Megmutatjuk azt is, hogyan zajlott Szegeden a Ragadt torkon a rákot akció. Az Ormos Intézet kisfilmje pedig a vastag béltükrözésnek a béldaganatok szűrésében játszott fontosságáról szól. Tartsanak velünk! A daganatos betegségek terén egy friss uniós jelentés szerint Magyarország torony magasan vezeti a halálozások terén egész Európa szomorú listáját. Hogy mi lehet ennek az oka és ebben mennyi szerepe van annak, hogy még mindig nem figyelünk oda eléggé saját egészségünkre, Kahán Zsuzsannával beszélgetek, aki az onkoterápiás klinika egyetemi tanára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mi lehet az oka ön szerint ennek a szomorú statisztikának, hogy minden daganattípusban Magyarország a vezető a halálozási listában? Hát talán avval kezdeném, hogy borzasztó rossz nekem, mint onkológusnak szembesülni ezzel a statisztikával, ami azért rossz, mert valójában mi Magyarországon ugyanazokat a lehetőségeket érjük el, mind a szűrés megelőzés, mind a kezelés terén, mint a sokkal jobb statisztikát mutató nyugat-európai, vagy akár észak-amerikai, Ausztrália, Új-Zéland országok. És ennek számos oka, illetve nagyon sokrétű háttere van. Talán avval kezdeném, hogy pontos statisztikát Magyarországról nem ismerünk, és valójában ezek a nemzetközi hát tudományos folyóiratokban, vagy akár interneten másút megjelenő statisztikák, és leginkább becslések, amelyek a különböző európai vagy más országoknak az adatain is alapulnak, illetve bizonyos trendeken. A szomorú az, hogy Magyarországon bár az Onkológiai Intézet bázisán működő rákregiszter egy nagyon jó lehetőség a statisztikák pontosítására, de mégis a meglévő adatgyűjtés pontatlansága, megbízhatatlansága miatt nem biztos, hogy ennyire rossz Magyarországon a helyzet. Talán most, hogy az egységes egészségügyi tér megnyílt, és nagyon jól működik ez a napi tapasztalatom, egy új lehetőség nyílik arra, hogy sokkal pontosabban és tisztában, tisztítottabban nyerjünk adatokat a rák halálozásról és a rákos megbetegedésekről. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy bár számos lehetőség rendelkezésre áll, mind a szűrés, mind talán a primér prevenció, az elsődleges megelőzés terén számos jó kezdeményezés van, és hát a terápia terén pedig mi Magyarországon hozzáférünk azokhoz a különleges, drága, költséges és bonyolult diagnosztikán alapuló kezelésekhez, amivel életet lehet menteni. De mégis az egész ellátás abszolút heterogén képet mutat az országban, teljesen különböző a színvonala mindezeknek, és teljesen esetleges, hogy ki milyen lehetőséghez fér hozzá. Én alapvetőnek tartanám a statisztikai adatgyűjtés javításán túl az egészség tudatosság és az egészség tudatosság emelése és az egészség nevelés jobb megszervezését. A mai világban főleg az interneten jutnak olykor megbízhatatlan adatokhoz az emberek. Nagyon sokat számít az, hogy mikor fedeznek fel valakinél egy betegséget. Ugye sokszor emlegetjük, hogy például a petefészek vagy a mellráknál minél előbb diagnosztizálják a betegséget az illetőnél, annál jobban kezelhető, annál jobban gyógyítható. Pontosan hogyan lehet ezt észrevenni és gyógyítani időben? Nagyon fontos hangsúlyozni a korai felismerés, a korai diagnózisnak a jelentőségét. Egyrészt sokkal nagyobb esélyt adunk a gyógyulásra, hogyha korai stádiumban ismerjük fel a daganatokat, másrészt pedig sokkal kevésbé megterhelő kezeléseket kell alkalmazni, sokkal olcsóbban.
Emiatt nagyon fontos része a megelőzésnek a szűrés. A szűrés Magyarországon az emlőrák vonatkozásában ugye 45-től 65 éves korig szisztematikus alapon, vagyis behívásos rendszerben, de előtte és utána is végezhető ez az egyén saját kezdeményezése és a házi orvos segítségével, és olyankor is nagyon nagy hatása van a szűrésnek. A második, ami nagyon fontos, az a méhnyakrák szűrés, amit gyakorlatilag a szexuális érettségtől kezdve javasolnak, és a nőgyógyász mondja meg, hogy milyen gyakorisággal. Ebben sajnos nagyon szomorú a magyarországi helyzet, és harmadrészt pedig a vastagbélrák szűrés az, ami bizonyítottan a teljes népességben 50 éves kor fölött a túlélés és a gyógyulás lehetőségének a javulását eredményezi. Talán még egy negyedik szűrési módszert is megemlítek, és ez a dohányosok rizikó csoportjában az alacsony dózisú sugárterheléssel járó CT vizsgálat, amit megfelelő rizikó státusz esetén évente javasolnak 50 éves kor felett, és ez is nagyon nagyfokú túlélésbeli javulást eredményez. Mielőtt folytatjuk a beszélgetést, ha a szűrések fontosságáról nézzük meg, hogyan zajlott Szegeden, a Ragadtorkon a Rákot akció. Magyarországon először tartottak olyan onkológiai kampányt, amelynek célja a fejnyaki daganatok kiszűrése volt. Több ráktípus is ide tartozik, a szájüregi daganatoktól az orrmelléküreg elváltozásáig. A szűrővizsgálat fájdalommentes és csak néhány percig tart. A Szegedi Klinika ingyenes szűrési akciójának célja nem csak az volt, hogy aki regisztrált, annál elvégezzék a vizsgálatokat, hanem az is, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a rákos megbetegedések a második leggyakoribb halálok Magyarországon. A megelőzéshez és a sikeres gyógyításhoz pedig elengedhetetlen a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel. Sokan vannak, akik ezt komolyan is veszik. Én azért jöttem erre a szűrővizsgálatra, mert kórházban voltam, tegnap jöttem haza, és láttam a tévébe a reklámot, és én minden szűrővizsgálatot fontosnak tartom. Nekem évekkel ezelőtt volt egy fülfájásom, ami igazából nem derült ki, hogy mi a baj, mert fülészeten vizsgálták, neurológián minden, és egyáltalán most megszűnt, de néha előtör, de nem tudjuk, mi a baj, nincs fülproblémám, és gondoltam, megnézetem. A szakemberek is sokszor felhívják a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. A fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinika korszerű műszerekkel felszerelt, így hamar kiderül, ha gond van. A klinikán ugye nagyon jó minőségű, megfelelő endoszkópos berendezések vannak, amelyeken monitoron tudjuk megmutatni a betegnek meg a kollégáknak, milyen problémát látunk akár a GG-ben, orrban, de még a fülben is alkalmazható. A kimutatások szerint a daganatos megbetegedések közül is kiemelkedik a fejnyaki rák. Nem véletlen, hogy nemzetközi szűrési akciót is szerveztek, amelyen a Szegedi Klinika is részt vett. Legtöbb ilyen megbetegedés az, Európában, de a világban is az első három helyen vagyunk. Ha magát a rákot nézzük Magyarországon, a rákhalálozást, rák megbetegedést, akkor a prostatarákkal egy szinten a harmadik, negyedik helyen állunk a rákhalálozás tekintetében. Épp ezért ez nagyon fontos, hogy itt ezen a területen a szűrő vizsgálatokat elvégezzük. A nyaki és fejé területen kialakuló daganatos megbetegedéseknek többféle oka van, számos kockázati tényező fennáll. Az alaphelyzetben itt a nyelv, a garat, a szájüreg, a gége, az algarat tumorairól beszélünk most, azért itt az expozíciós tényezők elsősorban az alkohol és a dohányzás, de minden mellett azért egyre inkább a nyilvánvalóvá válik, hogy bizonyos vírusfertőzések és például a szexuális úton terjedő vírusfertőzések is részt vesznek a rák generálásában. Nagyon sok terület veszélyeztetett, hiszen a különböző szövetekből bárhol kialakulhat daganat, de szerencsére ez egy olyan terület, ami jól áttekinthető. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezek a rákszűrések megtörténjenek,
hiszen a modern endoszkópos technológiákkal gyakorlatilag ez a terület igen könnyen átvizsgálható. A modern képalkotó eljárások szintén igen nagy segítséget adnak, hiszen ezek már hétköznapi szinten is elérhetőek. Mivel ez egy nagyon jól vizsgálható terület, a szűrővizsgálatokat általában akkor érdemes megtenni, hogyha bármilyen olyan panasz van, ami erre utal. Hogyha mondjuk egy 2-3 héten túl tartó a rekedtség, ami nem gyógyul a hagyományos kezelésekre, a idegentest érzés, vérzések, amik nem akarnak megszűnni, ebben az esetben azonnal el kell menni, hiszen nyugodtan elmondhatom, hogy ezen a területen nagyon gyorsan lehet a rákot detektálni, és minimálisan invazív módszerekkel, még a korán felismerve ezeket lehet gyógyítani. Ugyanúgy a különböző onkológiai kezelések is már igen hatékonyak ezen a területen. A Magyar Fejnyaki Onkológiai Társaság meghirdette a fejnyakrák tudatossági hetet, és ennek kapcsán szervezték meg a Ragadt Torkon a Rákot kampányt. Ennek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a fejnyaki daganatokra, a megelőzésre és a szűrés fontosságára. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy hát legyenek ilyen kampányszerű vizsgálatok is, mert egyes betegeket nyilván ilyenkor, illetve a szűrőprogram keretében ki tudunk szűrni olyan betegeket, akik kezelésre szorulnak. És hát nagyon fontosnak tartjuk azt a korai felismerését ezeknek a daganatoknak, ugye a fejnyak, gége, garat daganatoknak a felismerése, mert annál egyszerűbben tudjuk kezelni, gyorsabban tudjuk kezelni, illetve olyan endoszkópos módszereket tudunk alkalmazni, amelyek kis megterhelése járnak a beteg számára. Nem kell nagy kiterjedt műtéteket végezni, ha korán tudjuk diagnosztizálni ezeket a betegségeket. Természetesen nem csak az ilyen akciók keretében lehet szűrővizsgálatokra jelentkezni. Akik lemaradnának a jelenleg és nem érnek rá, bármikor jelentkezhetnek a gégész fülorgége klinikákon, az egyetemi klinikákon, de más kórházakban is természetesen. De az egyetemi klinikákon mindenhol van onkológiai osztály, onkológiai ellátás, tehát bármikor ezt megtehetik, ha panaszuk van, rekedtség, nyelési panasz, stb. Nyaki csomót észlelnek, akkor azonnal jelentkezni kell a klinikákon, illetve a kórházakban. Endoszkópos vizsgálat fog történni, és az endoszkópos vizsgálat során tudjuk diagnosztizálni, ha van ténylegesen daganatos megbetegedés. Nagyon fontos, hogy a betegek ne várjanak, hanem hogyha valakinek panasza van, jöjjön be, tényleg egy fájdalommentes ambuláns vizsgálaton meg tudjuk állapítani, hogy van-e problémája. Tehát semmi esetre sem szabad várni, még akkor is érdemes elmenni szűrésre, amennyiben nincsenek tüneteink, mivel egy ilyen párperces vizsgálat életet menthet. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Kahán Zsuzsannával. Ugye eddig is érintettük már a szűréseket. Mi az oka annak, hogy nem nagyon járunk el szűrővizsgálatokra, félünk tőle, óckodunk az egésztől, holott csak néhány percet vesz el az életünkből? Hát mindenek előtt annak a fontosságát hangsúlyoznám, hogyha valaki túlesik egy szűrővizsgálaton, akkor arról győződhet meg, hogy nincs félnivalója. Tehát emiatt egy ilyen pozitív kampánnyal kellene erősíteni, és bíztatni a lakosságot, hogy vegyen részt a szűrővizsgálatokban. És a másik az, hogy mindenképpen már kiskortól egyfajta egészségneveléssel ezeket a szűrővizsgálatokat sokkal barátságosabbá lehetne tenni, és hangsúlyozni azt, hogy ennek a pozitív kimenetele a fontos, és nem a negatív kimenetele. És ez kinek a feladata, hogy már gyermekkortól eljárjunk szűrővizsgálatokra, kezdve mondjuk egy fogászati szűréssel, ami most éppen nem ide tartozik, de tehát, hogy szokja meg a gyermek azt, hogy igenis vannak ilyen vizsgálatok, és el kell járni időnként. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag a megszületéstől kezdődően egyfajta hozzáállást, attitűdöt kellene, hogy lássanak maguk körül az emberek erre vonatkozóan, és ez a bölcsödétől kezdve végig lenne a feladata mind azoknak a tanároknak, mind annak a házi orvosnak, aki nap a családi orvosnak, ugye a családdal találkozik, és tulajdonképpen
az egész lakosságnak kellene egymásra is vetíteni ezt a fajta pozitív hozzáállást. Természetesen ez egy nagyon lassú folyamat, és fel lehet ugyan gyorsítani, de nagyon, nagyon nehéz kérdés, hiszen különbözőek vagyunk, különbözőképpen lehet embereket megszólítani. Vannak olyan hagyományok, amiket nehéz megtörni, akár a táplálkozási szokásoktól kezdve a szabadidő eltöltés, vagy az életforma, életvitel kérdése. De én azt gondolom, hogy nem szabad feladni, és a legkülönbözőbb kezdeményezésekkel és népneveléssel, amiben azt hiszem, hogy az oktatásnak nagyon fontos részt kellene vállalnia abban, hogy nyitottak legyenek az emberek a néha rossz felfogás miatt rögzült rossz szokások elhagyására. A járvány mennyire hátráltatta a szűrővizsgálatokat, mennyire csapant meg a résztvevők aránya egy ilyen vizsgálaton? Hát sajnos volt, hogy a szűrővizsgálatok szüneteltek, ugye az egészségügyi kormányzat döntése révén, de amikor nem, akkor is sokkal kevésbé mentek el az emberek, és hát azt mondhatom, hogy a napi gyakorlatunkban most kezdenek begyűrűzni azok a idézőjelben elhanyagolt, vagy későbben jelentkező esetek, akiknél sokkal nehezebb az ellátás, és talán nem is olyan eredményes, akárhogy is igyekszünk. Sokat változott az orvostudomány, sokat fejlődtek a kezelési lehetőségek, most, hogy egy picit a szűrések után a kezelésekre fordítsuk a szót. A sugárterápia jelen pillanatban milyen helyet foglal el a kezelések listájában? A sugárterápia egy alapmódszer a daganatos betegségek komplex ellátásában. Egyes becslések szerint az esetek 50%-ában szükség van a sugárkezelésre. Öröm hírként mondhatom, hogy ma Magyarországon egy ilyen átfogó felújítási program keretében különböző forrásokból, főleg Európai Uniós forrásokból sikerült a magyar sugárterápiás hálózatot úgy korszerűsíteni, hogy a ma standardnak számító különleges, kíméletes sugárterápiás eljárások valamennyie hozzáférhető, és alkalmazzuk a napi gyakorlatban. Önök most ugye az emlőrákkal kapcsolatos vizsgálatokat végeznek, hogy ezt hogyan lehetne javítani, vagyis az emlőrák kezelését. Milyen lehetőségek vannak, milyen adatokat gyűjtenek? Hát talán megragadom a lehetőséget, hogy a személyre szabott szűréssel kezdjem a dolgot. Vannak olyan jelek, ami alapján akár fiatalabb korban is, mint 45 éves kor, van létjogosultsága a rendszeres évenkénti szűrésnek, akár másfajta módszerrel, mint a megszokott mammográfiás szűrővizsgálat, és ez nagyon eredményes lehet a genetikai alapon veszélyeztetettek egészségének a biztosítására, így mondom, tehát, hogy kiszűrni akár korai stádiumban egy daganatot. De a különleges műtétek, az úgynevezett onkoplasztikus műtétek, a különleges diagnosztikán alapuló egyéni gyógyszeres kezelések, és azok a kíméletes sugárkezelések, amelyek az egyén anatómiai adottságaitól, tehát a testalkatától, vagy egyéb betegségeitől függően személyre szabott sugárterápiás módszer lehet, amivel megelőzhetünk egy későig sugárterápia okozta károsodást a szervezetben. Tehát azt mondhatom, hogy dúskálunk a lehetőségek között, és ma inkább legyen onkológus a talpán az, aki minden olyan lehetőséget kihasznál, ami egy egyén esetében a legcélra vezetőbb, a legoptimálisabb, vagyis hát optimális eredményt és kíméletes, de eredményes terápiás eredményt ad. Nemrégiben mi is bemutattunk egy immunterápiáról szóló anyagot. Onkológusként kérdezem Önt, hogy ezt kiknél lehet alkalmazni, és milyen gyógyulás lehetőségei vannak annak, akinél ezt a módszert alkalmazzák? Az immunterápia egy speciális molekuláris célzott terápia, ami legtöbbször bizonyos
daganati jellemzők alapján adhatók. Ezeket a diagnosztikus lépéseket legtöbbször elvégezzük, bár vannak olyan daganatok is, amelyeknél erre nincs is szükség, mert azok mindig kezelhetőek, nagy eséllyel, eredményesen kezelhetőek immunterápiával. Nos, az immunterápia széles körben alkalmazott lehetőség a legkülönbözőbb daganatok esetében, de talán az élen jár a melanóma, a festékes daganat, a tüdő daganatok, a húgyivarszervi daganatok nagyon gyakran, de például az emlődaganatok egyes altípusai is kezelhetőek. De azt mondhatom, hogy vannak olyan daganatok, amelyeknél attól függően, hogy ezek a bizonyos jellemzők, amiket diagnosztikával ki lehet mutatni, jelen vannak vagy nem, előrehaladott stádiumban kezelhetőek immunterápiával. A szomorú statisztikák miatt hívtuk önt vendégül. Végül, hogy látja, doktornő, mikor változhatnak meg ezek a statisztikák, mikor javulhatnak Magyarország útmutató, vagy mutatói ezekben az adatokban? Én azt gondolom, hogy ahogy kezdtem, feltétlenül pontos adatokra van szükségünk, és van esély, hogy ezeket produkáljuk a közeljövőben. A másik pedig, hogy nagyon fontosnak tartanám, hogy egyenlő eséllyel hozzájusson mindenki az országon belül azokhoz az optimális kezelésekhez, amelyek egyénre szabott módon alkalmazva a legjobb kezelési eredményt adják. Ahhoz, hogy ehhez hozzájussanak a betegek, egyfajta átszervezést érzek szükségesnek az onkológiai ellátásban. Nagy speciális centrumokban kellene mind a diagnosztikát, mind a kezelést elvégezni, és egyfajta minőségbiztosítást is jó volna alkalmazni. Talán kézenfekvő volna, hogyha ezt a biztosító alkalmazna ezt a bizonyos ellenőrzést, és akkor a financiális okok miatt is motiválva volnának azok a kiváló szakemberek, akik ezekben a nagy centrumokban ellátják a betegeket, hogy tényleg az adott esetben legcélra vezetőbb diagnosztikát és terápiát alkalmazzák. Mennyire lehet ezt a fajta javaslatot az egészségügyi kormányzás felé közvetíteni, hogy látják? Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos kommunikáció, és nem szabad feladni, hanem folytatni kell, és bizonyos visszajelzésekkel, amik akár tudományos közlemények lehetnek, akár egyes szakmai testületek állásfoglalása, bizonyára célt lehet érni, én optimista vagyok. Legyen így, köszönöm, hogy itt volt professzor dr. Kahán Zsuzsanna, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Köszönöm szépen. A vastagbélrákszűrés 50 éves kor fölött mindenkinek ajánlott, de gyanú esetén bármely életkorban fontos lehet a betegség mielőbbi felismerése érdekében. Legnagyobb jelentősége a bélcsatorna endoszkópos vizsgálatának, a béltükrözésnek van. Az Orvos Intézet kisfilmje arról szól, bármennyire is óckodunk tőle, az egészségünk miatt nagyon fontos lehet a kolonoszkópia elvégzése. A doktor. Vastagbéltükrözés. Köszöntöm Önöket! Folyamatos hasi panaszok esetén a gasztroenterológus leggyakrabban gyomor- vagy végbéltükrözést javasol. Stúdiónk vendége Szegő Péter, az Orvos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, nagyon kellemes témával készültünk a mai napra. Meséljen nekünk a végbéltükrözésről. Oké, vastagbélt. Tehát itt a komplet részt egyben nézzük. Van olyan is, amikor csak az alját, de az alapvetően úgy, hát az egy kevésbé megterhelő valami. A vastagbéltükrözést, azt, hogyha az ember megkapja, mint lehetőséget, akkor, lehetőséget, amivel élhet az életében. Amivel élhet, így van, igen. Akkor hát általában a szőr a hátán feláll, és a hideg kezd el futkorászni, mert hogy ez a vizsgálat az úgy él a köztudatban, mint valami borzasztóság. Még ne is menjünk ebbe bele, miért kaphat bárki erre lehetőséget az élettől, hogy vastagbéltükrözésen vegyen? Mondanám, hogy mert elment a gasztroenterológushoz, és ott előbb-utóbb megkapja ezt a lehetőséget, de hát valószínűleg valami olyan tünete vagy panasza van, ami miatt ez szükséges lesz. Ide is első körben általában a vérzést szoktuk sorolni, hogyha valakinek ez van, azt mindenféleképpen tudni kell, hogy honnan jön. Ez
enyhétől a súlyosig bármi lehet tulajdonképpen. Az enyhétől a súlyosig az lehet az, hogy az illetőnek mondjuk egy szimpla aranyereje van, ami vérzik. A másik oldalon pedig elhelyezhető mondjuk egy vastagbéltumor, vagy egy gyulladásos bélbetegség, és itt szintén szokott ez egy nagyon jellegzetes hozzáállás lenni, hogyha nem annyira erőteljesek a panaszok, hogy átviszik azt az inger küszöböt, ami miatt az illető úgy gondolja saját magának, hogy érdemes ezt a dolgot megcsinálni, akkor akár hónapokig, évekig szó szerint ül ezen a problémán, és onnantól kezdve késik a diagnózis. Nagyon sokféle egyéb indikációja tud nyilván lenni, megváltozott széklethabitus, nem szűnő, nem magyarázható panaszok, vérszegénység a laborban, olyan a vért találunk rejtetten a székletben, nagyon sok minden miatt lehet egyébként ezt megcsinálni. De hogyha azt mondja a gastroenterológus, hogy ez szükséges, akkor ezt akkor tegyük szükséges, komolyan, ezt nem hobbiból szokták ezt javasolni. Nem, általában nem. A jó hír az, hogy lehet azt nyilván altatásban is csinálni, bár én őszintén szóval azt szoktam mondani, hogy ezt jó meg kell gondolni, hogy altatásba kell csinálni tulajdonképpen, mivel ez a vizsgálat, ez a beteg részéről nem egy passzív vizsgálat. Tehát vissza kell jelezni, hogy érzi magát közben néha, jeleznie kell tudni azt, hogy ez most nagyon nem jó. Mozogni kell a vizsgálat közben, tehát felszólítják az embert általában arra, hogy forduljon egyik oldalára, forduljon másik oldalára, emelje meg a csípőjét esetleg, stb. Most ezt nyilván altatott állapotban nem nagyon lehet megcsinálni. Vannak olyan állapotok, amikor szoktuk mondani, hogy ezt jó lenne altatásba csinálni, amikor előre láthatólag nehéz vizsgálat lesz, tehát mondjuk össze vannak nagyon csomagolva a belek, vagy tudjuk, hogy sok hasi műtét volt és összenővések voltak, vagy volt már vizsgálata, és tudjuk, hogy valahol nagy megtöretés van a bélrendszeren, akkor altatjuk. Amúgy egyébként egy kis bódításon és izomlazításon kívül én úgy gondolom, hogy túl sok mindent nem kell alkalmazni, ez úgy abszolválható dolog, jelzem, én is abszolváltam ezt az egészet ilyen állapotban. Milyen hosszú szakaszról beszélünk, amit ilyenkor meg tudnak vizsgálni? Az elejétől a végéig. Gyakorlatilag ez kompletten bérrendszer? Igen. Kompletten igen. Magának a vizsgálatnak a technikai érdekességét az adja, hogy ez az eszköz az általában azért annyira nem hajlékony, mint amennyire a bérrendszer saját maga az lenne, illetve az eszköz általában nem is annyira hosszú, mint amennyire a bér lenne, tehát a belet megint csak vizsgálatú állapotba kell hozni, föl kell fújni az egészet levegővel, mert ez a vastagbél az nevéből adódóan vastag, tehát hogyha nem feszítjük ki szépen a nyálkahártyát, akkor nem fog látszódni semmi, illetve hát vannak benne különféle kiboltosulások, behúzódások, amiket szintén látni kell, és ez csak akkor látható, hogyha hát vulgárisan kifejezve kígyólufit csinálunk az illetőnek a vastagbeléből. Viszont így végigvizsgálva a dolgot, egy puffadás az, amit általában a betegek ennek a kapcsán szoktak érezni, amikor a kanyarokat veszi az ember, akkor ez fájhat is természetesen, illetve hát a belet ki kell egyenesíteni ahhoz, hogy ez vizsgálható legyen. Ez általában diszkomfortot szokott szülni, de ezt akár saját tapasztalatból is tudom mondani, hogy azért ez vállalható. Hogyha nem vállalható, akkor megaltatjuk. És a bódítás az mennyire segít mindezt elfogadni, ami történik ilyenkor az emberrel? A bódítás ez egy nagyon érdekes dolog, azt tudni kell, hogy ez nem fájdalomcsillapító. Tehát az illető attól még ott van, attól még érzi ezt az egészet. Foszlányokra emlékszik általában. A probléma ott tud lenni esetenként, hogy a foszlányok azok nem mindig felelnek meg a valóságban történtekkel. Tehát időkiesések tudnak lenni, bizonyos elhangzott mondatokat, félmondatokat, szavakat, mivel nincs kontextus, ezért másképp tud értelmezni az, aki bódítva van. Plusz, hát oda még oda ment saját lábán, de haza már biztos, hogy nem megy, tehát általában ő nem ülhet utána aznap autóban, nem vezethet, tehát valakinek haza kell az illetőt transportálnia, megfigyelni szükséges addig, amíg ez a bódultság, ez olyan állapotban nem kerül, hogy ő gyakorlatilag visszanyerte az orientációját, hogyha ez nem történik meg, akkor addig szegény fekszik, és ennek az ideje igazándiból nem mindig számolható. Egy milyen hosszú kezelésről beszélünk, és miért éri meg? Miért nem mondjunk nemet arra, hogyha az orvosunk ezt javasolja? Hát maga a vizsgálat az itt azért egy kicsit nagyobb varianciát mutat, attól függ, hogy az illetőnek milyen hosszú bélrendszere van, és mennyire vannak rajta megtöretések, mennyire nehéz az egész. Itt azért általában negyed órától 25-30 percig bármi megtörténhet, plusz hát a kérdés az, hogy mekkora beavatkozásokra van még szükség, mit kell csinálni ezzel az eszközzel. Tehát lehet, hogy ott menet közben még beavatkozások is lesznek? Hogyne, természetes. Tehát itt általában az szokott lenni, hogy az eszközzel először ellátogatunk a bélnek a távolabbi végében, majd utána, ahogy húzzuk visszafelé az eszközt, úgy vizsgáljuk át tulajdonképpen a belet, odafele menet az embernek
a kapacitását lefoglalja az, hogy az eszközt végigvezesse a bélrendszeren. Tehát odafelé igazándiból csak arra jut a figyelem, hogy jussunk végig. Aztán utána, amikor visszafelé jövünk, az már egy kényelmesebb szituáció, mert húzni az eszközt az könnyebb, és ott szépen látszanak azok az eltérések, amikből akár szövetmintát kell venni, vagy akár egészben el is lehet távolítani, vagy ne isten vérzésforrás, amit meg lehet szüntetni. Nagyon sok mindent lehet ezekkel az eszközökkel csinálni. Tehát nem csak diagnosztikára alkalmas, hanem akár a problémát akár is meg tudja oldani. Akár terápiára is lehet, így van. Hát ez egy nagyon ügyes eszköz. Én azt mondom, hogy akinek ezt egyszer felajánlották, az vágjon bele, mert olyan miatt ajánlották fel, ami miatt szükséges. Hát kis kellemetlenség, de aztán megéri, hogyha belevágunk. Mindenképpen megéri. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Műsorainkat visszakereshetik YouTube csatornánkon, illetve a diagnózis.eu oldalon. Új adással két hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra! A hosszú, aktív élet támogatója a Szent Györgyi Albert Vitamin család. A Diagnózis támogatója a Szegedi Biológiai Kutatóközpont.